Köszöntöm a nézőket, Apelszofer Ágnessel, Tolna polgármesterével beszélgetünk a következő szűk fél órában Tolna elmúlt évéről, hiszen így évvégén már talán lehet azt mondani, hogy most már, illetve ahogy beszélgettünk is, aminek eddig meg kellett történnie, az most már megtörtént. Köszöntöm, polgármester asszony, hogy vágtak neki 2018-nak, milyen kondíciókban volt a város? Hát mindig bizakodva nézünk az új év elé. De bevallom őszintén, hogy mindig, amikor a költségvetést állítjuk össze, akkor egy kicsit kétségbe esünk, hogy azokat a terveket, amiket mi elképzelünk, vagy vizionálunk, ezeket abból az összegből, ami a költségvetésben rendelkezésünkre áll, ezekből hogy tudjuk ezeket végrehajtani. De valahogy eddig mindig sikerült egy varázspálcát előszedni, és valahogy mindig sikerült ezeket megoldani. Nyilván a nagyon takarékos gazdálkodás és a pénzügyi osztályvezető úr zseniális tudása, amire én nagyon-nagyon számítok, és tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy két olyan gazdasági szakember van a városban, az egyik az osztályvezető, a másik pedig alpolgármester úr, aki szintén közgazdász, hogy tényleg minden fillért meg tudnak fogni, és nagyon jól kiszámíthatóvá teszik azt a tervezést, és a közben lévő problémákat nagyon gördülékenyen tudják kezelni. Úgyhogy valahogy mindig sikerül ezeket a terveket megvalósítanunk, és mindig félünk aztán, hogy a következő évben mi lesz, de eddig még mindig minden megoldódott, és én azt remélem, hogy a következőkben is ez így lesz. Úgyhogy az idén is nagyon-nagyon sok fejlesztést tudtunk megvalósítani, ezeket részben pályázati pénzből, részben pedig önerőből, mert hogy azért a pályázatainkhoz minden esetben kellett önerőt biztosítani. Ennek oka az, hogy voltak olyan pályázati konstrukciók, amikhez szükséges volt önerő, és voltak olyan pályázatok ugyan, amik a területi operatív programban elvileg 100%-osan finanszírozott támogatások, de a pályázat benyújtásától a kivitelezésig eltelt idő alatt annyira megnőtt az építőanyagok és a munkabér ára, hogy azokból egész egyszerűen nem lehetett a kivitelezést megvalósítani, így ott is szükség volt arra, hogy a város úgymond önerőt biztosítson hozzá, vagy azt a hiányzó forrást biztosítani tudja. Gyakorlatilag kettő topos pályázatunk zajlott le eddig, a harmadik is a napokban zárul, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy az, amit erre az évre terveztünk, az meg tudott valósulni. Ez az építőanyag árnövekedés, ez mindenhol probléma, ezzel szinte mindenhol találkozunk Tolnán. Kitaláltak erre valamit, vagy egyáltalán milyen lehetőségei vannak egy városnak, mit tud tenni? Lemond a fejlesztésről, vagy hát azt gondolom az a legutolsó. Hát az a legutolsó, és azért ezek még olyan hiányzó összegek voltak, amit tudtunk pótolni. Tehát néhány 10 millió forintot, ugyan három projekt esetében azért az sem kevés. Még tudtunk pótolni, de még előttünk áll a következő évben két nagy projekt, ugye a játszóház és a kerékpárút, amihez én azt gondolom, hogy a kormány segítsége nélkül nem fogjuk tudni előteremteni a hiányzó összeget, tehát ott már 100 milliós nagyságrendről beszélünk. De hogyha most az idei évet vesszük számba, akkor ugye abban a pályázatban, ami például a Dunaparti pályázat, ez a zöldváros projekt, amiben nyertünk, ott egész egyszerűen azt csináltuk, hogy műszaki tartalmat csökkentettünk az eredetihez képest. Ott ezt meg lehetett valósítani. Így is hiányzott 11 néhány millió forint, de gyakorlatilag kevesebb játszótéri elemet építettünk be. Tehát voltak olyan dolgok, amiket ki lehetett venni belőle. Az iskolák energetikai korszerűsítésénél, ami négy iskolaépület szigeteléséről, nyilászáró cseréjéről, napelemmel való ellátásáról beszélünk, ott már egy nagyobb összeg hiányzott, és ott nem lehetett műszaki tartalmat csökkenteni, mert hát ott nyilván adott a falfelület száma, adott a nyilászárók száma, és adott az indikátor vállalás, hogy hány százalékkal csökkentjük az energiafelhasználást. Tehát ott sem lehetett, illetve ott nem lehetett ezen csökkenteni. Tehát ilyenkor csak zsebben nyúlni. Hát ilyenkor csak zsebben nyúlni lehet, igen, és ez ebben az esetben ilyen 40 millió forint körüli összeg. Az idősek napköziének a felújítása, bővítése,
is egy olyan 10 millió forintos hiánnyal zárult a beszerzési eljárás, amit a kivitelezésre kiírtunk. Ezekre mi ugyan nyújtottunk be a kormányhoz igényt, hogy ezeket az összegeket még megkapjuk, de gyakorlatilag ezt meg tudtuk oldani. A következőképpen oldottuk ezt meg, részben ingatlan eladással, tehát voltak olyan ingatlanok, és még vannak is olyan ingatlanok a városban, amik gyakorlatilag használaton kívüliek. Tehát olyan kisebb telekrészek, vagy volt egy balatonfenyvesi nyaralója az önkormányzatnak, az itt dolgozók használták ezt nyaranta, de már elég sokat kellett volna rá költeni, tehát ott is már komoly problémák voltak. Azt eladtuk egy régi, a mezei féle orvosi rendelőt a lakással együtt. Tehát néhány 10 millió forintot így is tudtunk kapni, és én azt gondolom, hogy ezzel, illetve döntöttünk arról, hogy fejlesztéseként 10 millió forint hitelt veszünk fel. Ehhez még nem kellett külön a kormány engedélye, mert ugye ez egy sokkal hosszabb eljárás, hogyha a kormányzati engedélyt kérünk, ami egyébként nagyon helyes, mert megakadályozza az önkormányzatok eladósodását, de egyelőre 7x10 millió forint fejlesztési hitel felvételéről döntöttünk. És hát ezekből a 10 milliókból, amiket megcímkéztünk ezeknek a pályázatoknak az önerejéhez és az ingatlan eladásból, gyakorlatilag azokat a projekteket, amik az idén zárulnak, azokat el is tudjuk számolni, tehát kifizettük a számlákat, és el tudunk számolni. Még egyszer mondom, hogy a jövő évben ez már nem valósulhat, mert sokkal-sokkal nagyobb az az összeg, ami hiányzik. Vegyük sorra akkor ezt a három fejlesztést. Ugye az egyik a Dunaparttal kezdte ön is, azért a városnak az arca talán a Dunapartja, hogyha lehet ezt így mondani. Mennyi ideje vártak már arra, hogy ott történhessen valami? Hát alapvetően én azt gondolom, hogy ezt valamennyire együtt kell kezelni magát a vizet és a partot. A víz és a környező résznek a megőrzésére az önkormányzat elfogadott egy elvi dolgot, mégpedig azt, hogy a természetközeliséget mindenképpen szeretnénk megőrizni, és mindenképpen szeretnénk valami megoldást találni a vízpótlásra és az iszapmentesítésre. Nyilván a tolnaiaknak és azoknak, akik valamikor is Tolnán jártak, vagy Tolnán éltek, azoknak fontos az a jelkép, ami a bárkával együtt a Tolnai Dunapart, ami közvetlenül a város alatt van, és gyakorlatilag a Sterntelep-től a kajakházon át egészen a volt Popeye csárdáig, tehát a Bogyiszlóra vezető hídig tart. Tulajdonképpen ez a rész újult meg, vagy ennek egy része tudott megújulni ebből az összegből. Én azt gondolom, hogy a tervezők figyeltek arra, hogy megmaradjon természetközelinek, tehát nem egy leaszfaltozott Dunapartról beszélünk, ugyan van rendezvénytér, de alapvetően egy délutánt, egy napot eltölteni ott vágyóknak teremtettünk olyan helyszínt, ahol gyerekekkel, felnőttekkel, kerékpárral, gyalogosan, sportolva, pihenve, akár egy limonádé vagy egy jégkrém mellett kellemesen el tudnak tölteni. Főzőhelyet alakítottunk ki, de én azt gondolom, hogy egy olyan 21. századi, de mégiscsak a régi hagyományokat megtartva sikerült ezt a Dunapartot megépíteni. Nyilván ez most még ennek egy része látványos, maga az a növénytelepítés, ami a projekt végén valósult meg, az most nem tudta kihajtani a fák és a bokrok teljesen, de ez tavasszal lesz igazán, meg nyáron lesz igazán látványos. Nekem az megnyugtató volt, hogy az október végi, november elejé hétvégéken több százan látogatták egyszerre a Dunapartot. Tehát én is több alkalommal lent voltam, és kollégáim is több alkalommal lementek. Ahogy ott az emberek mozogtak, én meg vagyok arról győződve, hogy az emberek nagyon nagy részének ez tetszik. Az igazi vizsgája gondolom majd a Bárkafesztiválon lesz, amikor tényleg mindenki ott lesz.
Nyilván viszont az idén, ebben az évben nem tudtuk ott tartani a Bárka Fesztivál, de hát jövőre vissza fogjuk vinni, és akkor valóban hát akár több ezer ember is ott lehet a Dunaparton majd. No, hát akkor azt majd meglátjuk. Idősek családi napköziében mit sikerült végrehajtani? Hát az idősek napközije is egy nagyon komoly fejlesztésen ment át. Gyakorlatilag egy új ebédlőt, új közösségi teret, új mosdókat építettünk, illetve a régieket felújítottuk. Tehát egy gyönyörű épület. Sajnos nem volt még módunk ezt sajtónyilvánosan átadni, de jövő évben minden olyan fejlesztést át fogunk adni, és meg fogunk mutatni a nézőknek, amit eddig be tudtunk fejezni, de most inkább azzal voltunk elfoglalva, hogy az elszámolások és a költözések is zavartalanul bonyolódjanak. Én azt gondolom, hogy vonzóvá kell tenni az idősek számára ezeket az ellátóhelyiségeket, és úgy tudjuk vonzóvá tenni, hogy nagyon jó szakértelemmel bíró emberek dolgoznak ott, és hát az épület pedig egy korszerű 21. századi épület, amibe ők gyakorlatilag napközben otthon érezhetik magukat. Én azt gondolom, hogy ez ebben az épület esetében is sikerült. És akkor hát ugye ott vannak az oktatási intézmények energetikai célú felújítása. Ezekkel mennyit tud spórolni a város? Ilyeneket már korábban is csináltak. Tehát gondolom, tapasztalat van. Igen, de ebben most az érdekes, hogy mi ezt most nem magunknak spóroltuk, hanem az államnak tulajdonképpen, hiszen 2013 óta mi működtetjük az iskolákat, illetve 13 óta nem csak részben működtettük, és most már egyáltalán gyakorlatilag semmi közünk nincs az oktatási intézményekhez, de mégis fontosnak tartottuk. Nem is csak a spórolás miatt, hanem azért, hogy ezek az épületek megújuljanak egy kicsit. Tehát én azt gondoltam, és a képviselőtestület valamennyi tagja is ezzel egyetértett, hogy attól, hogy nem mi látjuk el a feladatot, a tolnai gyerekek járnak oda, a tolnai pedagógusok dolgoznak ott, és ezek a város közintézményei, függetlenül attól, hogy a tevékenység, ami ott folyik, az nem kötelező önkormányzati feladat. Tehát fontos volt nekünk, hogy korszerű körülmények között járjanak iskolába, tehát gyakorlatilag a szépet adtuk mi, és a spórolást pedig adjuk az államnak. A gyerekek pedig boldogok, és a pedagógusok is boldogok, mert egy gyönyörű épületbe járhatnak iskolába. Gyakorlatilag a Bartók Béla utcai, az Ötvös utcai, a Szent Imre utcai és a Kossuth Lajos utcai épület tudott megújulni. A Szent Imre utcai, a templom mögötti iskola, ugye ott egy kicsit problémás, mert védett épület, ott még vannak feladataink, de más pályázati forrásból azt is szeretnénk pótolni. Most, hogyha szóba jött már az intézményrendszer Tolnának, mekkora intézményrendszert kell egyébként ellátni, és ehhez mennyire voltak meg a szükséges anyagi eszközeik? Hát ugye a kötelező feladatok az államigazgatás átszervezésével azért elég jól megcsappantak, de hát azért vannak persze kötelező feladatai városnak. Köznevelésben már csak az óvodák tartoznak hozzánk, tehát azok most gyakorlatilag 5 óvoda működik a városban, és igazgató asszony azt jelezte, hogy jövőre még egy óvodai csoportot kell indítani, mert hogy nő a gyereklétszám. Hát én bízom benne, hogy jövőre aztán majd még kell építenünk óvodákat. Tudom, hogy ez nem ilyen egyszerű, de meg fogjuk oldani, hogy jövőre még egy óvodai csoportot indítsunk, tehát gyakorlatilag nő a gyerek létszám a városban. Családsegítő központot működtetünk, ez társulásban a környező településekkel, és a családsegítő központhoz tartoznak a védőnők, az idősek napközie otthonai, amit éppen az egyiket felújítottuk, vagy a gyermekvédelmi szolgálat, tehát ők egy elég széleskörű tevékenységet folytatnak. Az idősek otthonát a szexuális több célú kistérségi társulással látjuk el, és nyilván tolnai emberek vannak ott, de a társulásban kicsit magasabb normatívát tudunk így kapni, és ezért gondoltunk arra, a kezdetek óta, 2006 óta a társulásban működtetjük az idősek otthonát, de nyilván ez is a városban lévő ellátást szolgálja, és az idős ellátást szolgálja. Ezen kívül
A Tolnai Kulturális Központ az, ami kulturális, turisztikai feladatokat lát el. Ehhez elég komoly összeget tesz hozzá az önkormányzat, tehát gyakorlatilag az állami normatív a kultúrában nagyon alacsony, sokkal alacsonyabb arányaiban, mint akár az óvodában, akár a családsegítő központban. Mindenhez kell saját forrást hozzátennünk, de eddig ez még nem volt probléma. Tehát én azt gondolom, hogy a város zavartalan működése a továbbiakban is biztosított lesz. Amiben én egy pici segítséget várok az államtól, az a tűzoltóság. Tehát ott már erőnkhöz mérten nagyon nagy összeget teszünk hozzá. Önkormányzati tűzoltóság működik a városban. Nagyon fontosnak tartom, hogy a tolnaiak biztonságérzete szempontjából fent maradjon ez a tűzoltóság, és egyébként kiválóan végzik is a feladatukat. De én egy kicsit több támogatást várnék az államtól. Hát mi ehhez 15 millió forintot teszünk hozzá ebben az évben, és a minimálbér emelkedésével várhatóan a következő évben még ennél is többet kell hozzátennünk. A környező települések egy kivételével gyakorlatilag nem járulnak hozzá. Holott mondjuk az ő biztonságukat is ellátják a tolnai tűzoltók? Nyilván, tehát a vonulási területet azt nem mi határozzuk meg, és én nem is gondolom, hogy nem kéne elmenniük Fadra vagy Bugyiszlóra tüzet oltani, vagy menteni, hiszen ez egy nagyon fontos dolog, de azt is tudom, hogy nem azért nem fizetnek, mert nem akarnak, vagy nem szeretnek bennünket, hanem azért, tehát az ő költségvetésük is nagyon szűkös, és nyilván minél kisebb egy önkormányzat, annál jobban meg kell fogni a minden fillért, de még egyszer azt mondom, hogy nem hiszem, hogy ezt az önkormányzatoknak kéne zsebbe nyúlni, tehát én azt szeretném, hogyha az állami normatívából kaphatnánk annyit, hogy biztonságosan tudjuk működtetni a tűzoltóságot. És akkor gyakorlatilag még egy intézményünk van, de az a többi intézménynek a működtetéséhez járul hozzá, ez a Tolnai Intézmény Működtető Központ, ami az intézményeink gazdasági irányítását szolgálja, tehát gyakorlatilag így áll össze a városi intézmény rendszere. És egy másik nagy szeret az pedig a városüzemeltetés, amire saját cégük is van, a Telena Kft., hogyha jól mondom. Itt mennyit lehet? Mert ez ugye mindig egy kicsit olyan az önkormányzatoknál, hogyha hozzá kell nyúlni valahol, akkor általában onnan vesznek el, vagy és ott van az, hogy igazából soha semmi pénz nem lenne elég, mert mindennek a többszörösét is el lehetne költeni, útfelújításra, járdafelújításra. Tolnán mit sikerült? Igen, ott van a Kft-nk. Amitől jól vagy nem jól működik, az nyilván az, hogy egyébként a bevétel nagy része, majdhogy nem 100%-a az önkormányzattól származik. Tehát, hogyha valamin spórolnunk kell, és valahonnan előveszük a varázspálcát, akkor nyilván az, hogy valahonnan meghúzunk. Na most, mivel óvodai étkeztetésen nem tudunk meghúzni, meg nem tudunk béreken sem meghúzni, meg már minimális létszámmal működünk mindenhol, meg aztán néha kéne valami rendezvényt is szervezni a városba, tehát ott sem nagyon tudunk húzni, hát akkor húzunk a Telena Kft-n. Egy ilyen húzás volt például, amit a kollégáim javaslatára, én egy nagyon jó dolognak tartottam, hogy a Telena Kft. Dolgozóinak egy részét önkormányzati dolgozóvá tettük, és így gyakorlatilag nem kellett kifizetnünk a munkabér után az áfát, mert hogy nekünk ugyanúgy számlázott a Telena Kft., mint bárki másnak, tehát ez egy gazdasági társaság volt. Tehát gyakorlatilag önkormányzati csoportként dolgoznak, de ugyanazt a feladatot látják el. Ugye a mi nagyságrendünkben az a probléma, hogy adóerőképesség után kapjuk az állami normatívát, és az egyes feladatokra hiába határozzák meg, hogy mennyit kapnánk sikosságmentesítésre, zöld felületgondozásra, útfelújításra, közvilágításra, gyakorlatilag bár mi azt mondjuk, hogy nagyon alacsony az adóbevételünk, de mégis az a határ fölött van, hogy ezekre vagy nem kapunk egyáltalán semmit, vagy valami minimális összeget. Tehát ezt a mi saját bevételeinkből kell megoldani.
Én azt gondolom, hogy alapvetően rend van a városban. A zöld felületeinket tudjuk nyírni, a síkosságmentesítés megy, még akkor is megy, hogyha sokan úgy látják, hogy nem feltétlenül tolják el az első pillanattól a havat, gyakorlatilag 5 centi alatt nem lehet eltolni a havat, tehát addig teljesen fölösleges kiküldeni gépeket. Tehát ezzel nincs gond, amivel gond van, és amiben a jövőben el kell gondolkodnunk azon, hogy ezt hogy tudjuk megoldani, az úthálózatunk, a közúthálózatunk. Ugyan minden utcában van már szilárd burkolat, de muszáj, hogy ezekre költsünk, mert onnan hoztuk be gyakorlatilag azokat a pénzeket, tehát ezekre az utóbbi időben nem nagyon tudtunk fordítani. Helyette építettünk járdát, részt vettünk pályázatokon, aminek az önerejét biztosítottuk, óvodákat újítottunk fel folyamatosan minden évben. Az atomerőmű pályázatán nyertünk, de hát ott is önerőt kellett biztosítani. Tehát gyakorlatilag építkeztünk, egy csomó mindent sikerült átadnunk. Pont egy éve adtuk át az uszodát, ahhoz több mint 90 millió forintot tettünk hozzá. Tehát mindig történt valami más, de azt tudjuk, hogy az utakkal óriási baj van, és néhány éven belül én azt gondolom, hogy akár egy nagyobb hitel felvétellel is rá kell állni arra, hogy a közutainkat rendbe tegyük. Említette a járdákat is, itt volt talán az egész megyében, de lehet, hogy még messzebb menve sem találunk hasonló programot, ahol az önkormányzat adta hozzá a szaktudást és az anyagot, hogyha a lakó megcsinálta saját maga előtt a járdát. Ez működik még? Népszerű? Hát ebben az évben nem annyira sokat nem tudtunk erre fordítani, ellenben egy nagyobb volumenú járdafelújítás történt, tehát gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy a városközpontban már mindenhol kicseréltük, térköves burkolatú járda van. Tehát én ugye 14-től vagyok polgármester, de előtte nyáron is, amikor polgármester úr halálával átvettem a város vezetését, én nagyon fontosnak tartottam, hogy mindenhol nem tudunk, de városközpontban építsünk mi járdát, és olyan járdát építsünk, amit utána, hogyha valami történik, könnyen tudjuk javítani. Egyébként az árban sincs szinte már különbség a betonos és a térköves járda között. Tehát gyakorlatilag a városközpontban a mostani járdafelújítással együtt azt kell, hogy mondjam, hogy mindenhol van jó járda, egészen a városházától, vagy a Bajcsilinszky utcától, a buszmegálló környékén, az egészségházig végig. A Kossuth-Lajos utcát ugye a következő évben a közúttal közösen pályázati pénzből fel fogjuk újítani, és ott is lesz járda. Az a járdaépítés, ami lakossági járdaépítés, az pedig reményeim szerint a következő évben is menni fog. Nyilván próbáljuk a költségvetést úgy összeállítani, hogy biztosítsunk arra forrást, hogy ehhez az építőanyagot adni tudjuk továbbra is. Polgármester asszony, jövőre mik a tervek? Hát jövőre ugye vissza van két nagy pályázatunk. A Barna mező, ez a területi operatív programban a kerékpárút és a játszóház. De mint ahogy a korábbiakban is mondtam, ez egy akkora volumenű hiány, hiányzik most egyelőre a kivitelezésből, amit önerőből biztosan nem fogunk tudni megoldani. Országgyűlési képviselő úrral már beszéltem erről, és muszáj kormányzati segítséget kapnunk ehhez. Ezen felül nyilván a Jövőnk Energiájáért Alapítvány is a napokban írta ki a pályázatát, és kollégáimmal arról beszéltünk, hogy folytatjuk azt a megkezdett tevékenységet, hogy a közintézményeinket egy kicsit fel tudjuk újítani. Tehát most már évek óta óvodák felújítására fordítjuk ezt az összeget. Az idén a zöldkert óvodát, a jövőre pedig talán a Sejem óvodát, hát meg kell nézni, hogy melyik az az óvoda, ami kevésbé van jó állapotban, és ott is valami energetikai korszerűsítést hajtunk végre. Esetleg pályázati önerőt tudunk biztosítani. Tehát én azt gondolom, hogyha ezzel végzünk, akkor ez egy óriási feladat lesz, és gyakorlatilag minden közintézményünk megújult. Amit még nagyon szeretnénk, az, hogy a Garai utcai orvosi rendelő is
belülről ugyan már megújul, de hát felülről vagy kívülről még, meg a parkolót egy kicsit rendbe kéne tenni. Ez még egy óriási feladat. És azt kell látnom, hogy ahogy járunk a városba, hát és azért én is autóval járok legtöbbször, nagyon kevés a parkoló. Tehát valamit ki kell találnunk arra, hogy a megnövekedett autószámot valahogy kicsit kordába tudjuk tartani. Több megoldás is már felmerült bennünk. Van, ahol esetleg új parkolót lehetne létesíteni, de azt is fontosnak tartom, hogy a lakosok egy kicsit jobban szabálykövetők legyenek, tehát hogy ne álljanak meg a zöld területen, és ne álljanak meg a tilosba, és ne akadályozzák a mások közlekedését. Tehát van azért még feladatunk, de én azt gondolom, hogy bár még nyilván jövő évi költségvetést még nem tervezzük, hanem az ideit próbáljuk meg lezárni, de mindig vannak új kihívások, és mindig vannak új feladatok, és remélem, hogy lesz még egy pár varázspálcánk, és mivel remek kollégáim vannak, a következő években is valahogy meg fogjuk tudni azokat a nehézségeket oldani, amiket eddig még mindig sikerült. És én azt gondolom, hogy alapvetően a mi nagyságrendünkhöz képest egy szép kisvárosban élünk. Akkor legyen ez a végszó. Köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre állt. A nézőknek pedig a figyelmet köszönjük. Viszontlátásra!